Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Nagyon-nagyon régen volt utoljára bármiféle ilyen bevásárlós haul videó, és arra gondoltam, hogy most, mivel nappal sikerült a vásárlást igazából befejeznem, tehát nem zumba után este értem haza, így még mondhatni egy kevés fény is van arra, hogy megmutassam az itt látható alapanyagokat, és megosztok veletek néhány ötletet, amit a héten szeretnék igazából készíteni. A héten már voltam egyszer bevásárolni, ilyen kis alapvető dolgokat hoztam, és írogattam így fejben össze, hogy miket lehetne a héten készíteni, és akkor ennek megfelelően még hoztam néhány alapanyagot. Tehát, hogyha mondani fogok egy-két receptet, akkor nem biztos, hogy mindent most itt helyben láttok hozzá, úgymond megvásárolva, hanem úgy az elmúlt néhány alkalommal sikerült őket hazahoznom. Hát igen, ilyen különálló kis egységekben hordtam haza a dolgokat. Rögtön kezdenem itt az elején lévő dolgokkal. Hoztam egy grill sajtot, ez egy mézes mustáros. Szeretnék ma sütni egy ilyen, hát zsemle, vagy valamilyen mini kenyérféleséget, amiből ilyen kis extra szendvicseket szeretnék gyártani. Megpirítom az elkészült zsemlét, rakok bele tojást, békönt, vagy majd az itt látható szalonnát lepirítva, illetve ugye ezt a sajtot. Ilyet már többször készítettem, néha avokádókrém is van benne, grillezett paradicsom, és ilyen nagyon jó akár ebédre is, hogyha valaki szereti a hasonló dolgokat. Ezt szerintem meg fogom nektek majd videó formájában mutatni, úgyhogy egyrészt ezt azért vettem, az itt látható lisztet is, és még itt hátul van egy élesztő is. Én a legtöbbször egyébként porélesztőt szoktam használni, nekem teljesen bevált, úgyhogy néha friss is van itt, de nagy különbséget nem szoktam közöttük én észrevenni, de általánosságban bármelyik receptem, ami porélesztőből készül, az nyugodtan frisssel is elkészíthető. Ez jobban tartható itthon, és mindig van, hogyha szükségem van rá, úgyhogy emiatt van itt egy lisztecske is, mert túl nagy mennyiséget lisztből nem tartok itthon. Hoztam egy jázmin rizst, ez ilyen 1 kilós kiszerelés, ezt szeretem a legjobban, vagy basmati rizst, mindkettő szerintem tök jó, gyorsan elkészül, nem annyira szokott összetapadni, néhányszor át szoktam mosni, és akkor utána tökéletesen megfelel nekem legalábbis. Hogyha néha napján van ilyen ázsiai hetek, akkor a Lidl-ben lehet kapni sushi rizst, amit nagyon-nagyon szeretek, és olyankor abból veszek akár 6-7 zacskóval is, mert hogy csak fél kilósak, és abból is nagyon finom dolgokat lehet készíteni. Az viszont így a risotto rizshez hasonlóan kerekszemű, és inkább hajlamos arra, hogy picit összetapadjon, úgyhogy ezért jó például konkrétan magát a sushit vagy kimbapot készíteni, de akár ilyen kis bulgogi tálat, ahhoz pedig ilyen külön fűszerezett hús szoktam pirítani, ahhoz is nagyon-nagyon finom szokott lenni az a típus, úgyhogy hát manapság nem igazán láttam sushi rizst, úgyhogy ezzel kell beérni, de a végeredmény ízben nagyon hasonló, viszont a másikat is nagyon-nagyon szeretem. Van itt néhány zöldség, egy kisebb adag ilyen paradicsom, és ilyen leárazott, picit puhább paprikát, és akkor itt lehet látni, hogy ez a mennyiség 50%-kal olcsóbb volt, egy hatalmas nagy zacskó, igazából semmi bajuk nincs, úgy különösebben egy picit meg vannak talán már így puhulva, de nem annyira, hogy esetleg tönkre menjenek, vagy bármi hasonló. Úgyhogy ezt majd lecsóhoz, vagy valami hasonlóhoz szeretném felhasználni. Hátul van egy babapiskóta, mégpedig egy olyan típus, ami nincs ilyen kristály cukorral bevonva. Múltkor véletlenül vettem ezt egyébként, és rá kellett jönnöm, hogy nekem egyébként tetszik. Egy ilyen pisztáciás tiramisut készítettem, és teljesen jól működött hozzá, és ismét hasonlóan a múltkori recepthez ugyanazt szeretném elkészíteni. A csatornán már egyébként fent van a recept egy ilyen heti menüben, szóval, hogyha valakit érdekel ez a pisztáciás tiramisu-szerűség, akkor ott megtalálja. Találtam egy ilyen zappejhet is, azt írja rajta, hogy quick oats, ami azt jelenti, hogy ilyen kisebb, illetve vékonyabb zabdarabok vannak benne, tehát nagyon gyorsan elkészül akármi, amit készít belőle az ember, de ugye ez inkább így a zabkásághoz ajánlott, de hogyha valaki valami kis kekszet, vagy hasonlót szeretne készíteni, ahhoz is teljesen jól működik, de ez nem ez az egész darabos, hanem az ilyen kicsit törtebb, vékonyabb típus, amiből tényleg nagyon kásaszerű végeredményt lehet főzni, és csak 300 forintba került, nem kóstoltam, még nem vettem, de kíváncsi leszek rá. És újdonságként
szintén ugye az Aldiban találtam ezt a vajas csirke szószt, ami egy ilyen indiai ihletésű, ízesítésű szósz. Én ebből tegnap este már vettem, és ki is próbáltuk, és megmondom őszintén, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyjából egy 700 g-nyi csirkét felaprítottam, megpirítottam olajon, majd pedig két ilyen üveget öntöttem a tetejére, és külön sem sózni, sem borsozni nem kell, mert kellően fűszeres és ízes maga a szósz, ami általában az ilyen előre gyártott szószoknál meglehetősen ritka, úgyhogy meg is lepett, hogy már így önmagában nagyon-nagyon kellemes íze volt. Nagyon-nagyon enyhén, mondjuk 10-es skálán egy ilyen 0,5-ös csípősége azért van neki, úgyhogy ha valaki ennyit sem szeret, akkor nem feltétlenül tudom ajánlani, de nem kimondottan ilyen erős vagy nagyon csípős kategóriába sorolható, de azért érezhető, hogy fűszeresebb, mint mondjuk a semmi, úgyhogy ha tetszik, akkor nézzétek meg. Ilyen 600-700 forint körül van az ára, viszont két másik ízesítésű szószal van teljesen összekeverve, és kicsit nehéz megtalálni, úgyhogy érdemes lehet egymásról lepakolgatni, és akkor lehet, hogy jobban átlátható a készlet, mert nem külön dobozokban vannak. Van itt két ilyen gyümölcsös, hát ilyen kis készítmény, ilyen ostyalap közé van igazából kilapítva, ilyet régebben már többször vettünk, szerintem nem rosszak, ilyen kis közepesen natúr, ilyen kis gyümölcsös szeletecske. Igazából, hogyha valaki szeretne, akkor hasonlót otthon is tud készíteni, de szerintem egyébként nem rossz, úgyhogy néha napján szokott itt lenni. Inkább kicsit ilyen savanykásabb ízvilág, tehát nem kimondottan édesek, és az állaga is ilyen kis érdekes puha, úgyhogy nem biztos, hogy mindenkinek tetszene, de mi Somóval egyébként szoktuk kedvelni. Ez pedig ilyen kis meggyes, illetve amit látjátok, olyan cranberry, vörös áfonya, a másik pedig ilyen erdei gyümölcsös jellegű. Úgyhogy azt hiszem, ez a kettő van, ha minden igaz. És mi szoktuk ezt egyébként kedvelni. Van itt három zöld fűszer, van egy petrezselyem, van itt egy menta, illetve bazsalikom, majd keresek nekik valami kis edénykét, meglocsolom, mert konkrétan nulla víz van bennük, ami végül is így szállítás miatt nem volt rossz, mert nem kentek össze semmit, de szerintem azért már lassan szükségük lesz egy kis folyadékra, bár még most nagyon-nagyon jól mutatnak. Egy mini adag ilyen biogomba, azért hoztam ezt, mert nem volt többre szükségem, és majd ezekhez a szendvicsekhez szeretném lepirítani. Egy sűrített paradicsom, szeretnék majd csilisbabot készíteni, és akkor ott szeretem ezt is használni. Két darab habtejszín, majd a pisztáciás sütihez, vagy tiramisuhoz, van hozzá itt egy mascarpone, két nagyobb vöröshagymát hoztam, túl sokat nem tudok eltárolni, mert gyorsan tönkre mennek. Van itt egy ilyen kis olaszos, hát ilyen kolbászhús jellegű valami, amik be vannak töltve ilyen kis mini kolbászkáknak, de ugye ez konkrétan mi lehet, nem tudom, de nagyon-nagyon tetszett. Itt ide hogyan kell elkészíteni, hát majd le fogom tesztelgetni, meg fogom nézni, hogy mi lesz belőle, erre egyébként kíváncsi vagyok, már többször néztem így az Aldiban, többféle változatban is kapható, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ez mi lehet. Szendvicshez szintén rukkola, a többit is igazából el lehet használni, hogyha nem kell ennyi majd hozzá másmilyen szendvicsekhez. Két fürtös uborka, ezek akciósak voltak most, szintén szendvicsekhez vagy akár cacikihez, attól függ ki, mire szeretné, egy ilyen kicsit megolvadt írvaj, majd szeretnék sütit készíteni a hétvégén, mert megyünk grillezni, és gondoltam, hogy akármit is készítek, a legtöbb esetben azért szokott hozzá kelleni vaj, úgyhogy legyen itthon, az a biztos. Hoztam egy fetasajtot, mert szeretnék készíteni csirke mellett, ami ilyen fűszeres fetával lesz betöltve, utána pedig ilyen békönbe szeretném becsomagolni, legalábbis ez a tervem, aztán, hogy konkrétan miből mi lesz, még nem tudom. És akkor itt van a szendvicshez két opció, van ez a pancetta, hát nem tudom, hogy milyen lesz, egy picit szeretném így megpirítani, és akkor úgy belerakni, vagy pedig pirítást nem igényelve, van itt ez a fekete erdei sonka, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és akkor majd ez a kettő között kigondolom, hogy melyik kell lenne jobb. És hát igazából itt utoljára már csak van itt egy ilyen kis mini csió hal, ilyen kis snacknek, van itt egy kisebb adag 400 g-nyi darált hús, marha, ami majd a csilisbabhoz fog kelleni nekem. Ahhoz ugye vettem egy hagymát, a paradicsomot, van itthon bab és kukorica, fűszerek is vannak itthon, illetve van még itt egy étolaj. Ez gyakran egyébként
akár sütiknek is szokott kell lenni a receptjébe, tehát natur olaj. Az olívaolajat nem minden esetben szoktam szeretni így piskótákhoz, vagy más ilyen sütikhez, mert nagyon kiérezhető az íze, úgyhogy jó, hogyha van itthon ehhez hasonló, és gyakran ezen szoktam sütni, pirítani, hogyha valahová nem illik a többi zsiradék, ami itthon van, és még nagyjából másfél kilónyi, igen, csirkemell, amit egy részből szeretnék ezzel a fetás dologgal betölteni, békönbe betekerni, és akkor mellé majd valamilyen formában, vagy burgonyát, vagy valamilyen zöldséges kis salátát, mert vannak más zöldséges kis itthon, azt elkészíteni szerintem teljesen jó. Úgyhogy ilyen csilisbabot, lecsót, pisztáciás dolgot, nem is tudom még mit, ezt a betöltött csirkés változatot, akár ezt az indiait is el lehet a másikból készíteni. Úgyhogy ha valamelyik recept majd úgy gondolom, hogy kicsit izgalmasabb, akkor különálló tartalomban biztosan rögzíteni fogom és megmutatom nektek. Amikről pedig említettem, hogy már van tartalom, azt pedig berakom a leírásba, kis link formájába, hogy meg tudjátok nézni, át tudjátok készíteni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a kis rövid bevásárlós Aldi haul videót. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és tudjátok, hamarosan újra találkozunk. Addig is, sziasztok!